Magó Léborbé Ildikó a vendégünk, az MSZP országgyűlési képviselője, kezi csokorom. Jó estét kívánok. Azt írja az újság, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők fogvatartására szolgáló asszolijavító intézet egy másik funkcióhoz jut. Igen. Oda nem azért mennek az emberek általában, mert szeretnének, hanem mert viszik őket. Most akiket visznek, ők a kísérő nélküli menekült vagy menedékkérő státuszban lévő fiatalkorúak. Akiket ilyen módon bezárunk egy börtönbe? Ja, hát ez a történet nem most kezdődött. Emlékezzünk vissza, pontosan kinyomtattam 2016. februárjában, amikor Lázár János Hódmezővásárhelyen a saját településén kérték, hogy a gyerekek ne mehessenek arra a játszótérre játszani, a menekült gyerekek, mert a lakosság ezt nem tartja elfogadhatónak. Itt ez már több mint egy éves történet, csak itt fel kell tenni a kérdést mindig, hogy tényleg egy ilyen országba kell élnünk nekünk, ahol idáig jutottunk, hogy már a gyerekekkel sem vagyunk szolidárisak. Nem a felnőtt férfiakkal. Hát most ezt az őcsényi történet után kérdezi egy héttel. Hogy idáig jut. Nem, sajnos figyelmeztetni kell az embereket, hogy minek kell történnie még ebbe az országban, hogy felébredjünk, hogy nagyon nagy baj van. Hogy hogyan viselkedünk egymással. Hogyan viselkedünk azokkal az emberekkel, és kimondottan mondom, gyerekekről beszélünk, hogy már a gyerekeket sem nézzük semmibe, mert ha most megkérdezi a közvéleményt, pont az a öcsényi példa erre jó, hogyha megkérdeznék a közvéleményt, hogy ők egyetértenek ezzel, hogy a gyerekeket oda vigyék, szerintem kijönne az a közvéleménykutatás, hogy lakosság többsége egyetértene, beégették a köztudatba, és ez a kormánynak a felelőssége. Csak mondom, mikor jutunk el arra a pontra, amikor ebből sokkal nagyobb probléma lesz, mert meg lehet embereket bélyegezni, és itt a gyerekeket is. Ennek az a legrosszabb üzenete, hogy ezeket a gyerekeket alapból bűnözőnek tekinti a kormány. És ezt akarja sugallni a lakosság felé is. És ez nagyon nincs rendben. Hát, könyörgöm, ha idáig eljut egy ország, és idáig eljut egy politikai vezetés, és eljut a lakosság, hogy tényleg képesek vagyunk most már a gyerekeket is megbélyegezni, és a gyerekekkel nem úgy bánni. És itt mindig ki kell emelni, hogy ezek a gyerekek háborús övezetből jönnek, menekülnek az elől, a élethelyzet elől, életbe akarnak maradni. Én mindig felszoktam tenni a kérdést magamnak is, meg másoknak is, hogy Isten őriz attól, hogy valaha átéljük. Még mindig azt szoktam mondani, hogy az Európának az egyik legnagyobb értéke, amit kezdünk elfelejteni, hogy több mint 70 éve nem volt világháború. Kezdjük elfelejteni ezt a iszonyatosan nagy értéket, hogy mi nem tapasztaltuk ezt meg. És ha valaki ebbe a helyzetbe belekerül, gyerekek, nők, férfiak, én belekerülnék, hogyan viselkednék, és milyen kétségbeejtő lehet az, amikor én elmenekülök onnan gyerekként, és egy másik országban engem bűnözőnek akarnak titulálni. Én minősíteni sem tudom már ezt, és nagyon nagy felelőssége van a politikai vezetésnek, és nekünk politikusoknak is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy Fóton, ahonnan vinnék a gyerekeket, jelenleg átlagosan 18 és 37 fő között van azoknak a létszáma, akik nemzetközi védelemben részesülő gyerekek. Igen. Tehát őket visszük el egy olyan otthonba, ahol bűnökbe esett fiatalkorúakat tartunk fogva. Így van. Hát erről beszélek, az üzenete ennek az, hogy ezek a gyerekek bűnözők. Még akkor is az, hogyha egy új körletet alakítanak ki nekik. Hát gondoljon már, javítóintézet. Tök mindegy, hogy egy részét lezárjuk, javítóintézetbe vittük azokat a gyerekeket, akik mondjuk soha életükben bűncselekményt nem követtek el, csak elmenekültek a háború elől. Hozott magával egy dokumentumot, így a lakhatási lehetőségek van, dokumentumát. Én tudja, nem csak úgy szeretek, hogy törvényekből, hanem nagyon szeretek szakmai anyagokat is elolvasni. És ugyebár az egyik téma az a családtámogatási rendszer volt, és múlt héten jött ki egy komoly anyag a lakhatási problémákról, és én azért hoztam el, nyomtattam ki, hogy nagyon szívesen odaadom, és ha a fideszes politikusok ide jönnek,
és szegénységről beszélünk, akkor adja már át nekik, és olvassák el. Mert néha jó lenne, hogyha ilyen anyagokat is elolvasnának, bár én jobban hiszek abban, hogyha az emberek között vagyunk, és látjuk a problémájukat, akkor sokkal jobban tudunk szembesülni. Hát a fideszes politikus jön, akkor nehéz vele a szegénységről beszélgetni. Köszönöm szépen, legalább én is el tudom olvasni, mert hogy gyakorlatilag ez nincsen Magyarországon, mint tudjuk. Így van. Igazán lakhatási szegénység sem lehet, mert szegénység nincsen sem. Nincsen gyermekszegénység, nincsen lakhatási szegénység. Na, de nincsen. Ezzel kapcsolatban hadd kérdezzem meg, hogy ha úgy alakul, ahogy tervezik 2018-ban a választásokkor, akkor azokat a családtámogatási rendszernek nevezett különféle juttatásokat, és az egész egységet, amit kialakított az elmúlt 8 évben a magyar kormány, a Fidesz-KDNP, azt megszüntetik? Mindenféleképpen át kell alakítani. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy perverz a családpolitikája, a mai családpolitikája ebbe az országba, amit bevezetett a Fidesz-KDNP, mert egy kimondottan a jómódú családokat támogatja, és hozok példákat fel erre, de mindig azt mondjuk, hogy szakmailag felkészülünk, ide jövünk, elmondjuk, hogy mik a hibák. Én hogy mondjak most máshogy közelítsen meg. Ezt a családpolitikát mondhatjuk úgy, hogy az emberek minősítik. És ezzel is nagy probléma van, mert úgy minősítik, hogy ma minden hatodik gyermek külföldön születik, magyar gyermek külföldön. Minősítik azok a fiatalok, akik minden második 18 év alatti fiatal el akarja ezt az országot hagyni. Minősítik ezt a családpolitikát. Ma már nem a 20 és 30 évesek akarják ezt az országot elhagyni, hanem a 40 és az 50 éves korosztály is. Volt egy felmérés, hogyha én hiszek abban, hogy meg lehet buktatni Orbán Viktor kormányát 2018-ban. De ha ez nem történik meg, újabb 1 millió ember akarja ezt az országot elhagyni, és sok esetben nem azért, mert nem tudna úgymond munkába állni, hanem egyáltalán abból a közhangulatból van elege, mint amiről az imént beszéltünk, hogy hogyan ugrasztottak családokat össze az elmúlt 8 évben, csak azért, mert más politikai nézeteket vallott egyik családtag, mint a másik. Hogyan ugrasztották össze a településen belül. Csak tudja, ezt nehezebb megszüntetni, mint néhány törvényt megváltoztatni, vagy néhány döntést meghozni. Hogy nehezebb, de törekedni kell rá, hát és meg is lehet. Hát ez soha nem lehet, egy politikusnak ez soha nem lehet feladni. Gyermekeket nevelünk. Nem ilyen országot akartunk. Amikor az én édesapám élt és nevelt bennünket, mindig arra nevet. Az édesapák, édesanyák arra nevelték a gyermekeiket, hogy ők többre tudják vinni, mint ami nekik megadatott. És ez természetes dolog. Én is azt szeretném, hogy vigye többre. Ne kelljen annyi mindenen keresztül mennie, mint ami nekem. Egy kicsit könnyebb élete legyen. Csak egy szülőnek az a legnagyobb fájdalma, amikor a gyermeke azt mondja, hogy ő is el akar innen menni, 16 évesek. Mert látja, hogy mi uralkodik ebben az országban. Az jó, jó az a családtámogatás, amikor én azt látom otthon a településeken, a saját környezetemben, hogy lassan minden második ház eladó. Az jó, amikor látom, hogy tömegével maradnak magányosan a nagymamák, nagypapák. Tudja, én voltam egyszer egy fórumon, és sok mindenről beszélünk. És akkor felállt egy öreg, nagyon édes volt, 80-82 éves volt, és felállt, és azt mondta, hogy sok mindenen keresztül mentem életembe. Átéltem a háborút, átéltem az újjáépítést, de meg akartuk csinálni, mert ezt az országot rendbe akartuk szedni. Még a vietnámiaknak is téglajegyet gyűjtöttünk, mert akartunk segíteni más országoknak, akik rossz helyzetben voltak, de együtt akartuk megcsinálni, mert valami jobbat akartunk. Azt mondja, egyet nem tudok megbocsájtani Orbán Viktornak és kormányának, hogy elvették azt az értéket és azt a élni akarást tőlem, ami életben tart a szeretetet. Azért vette el tőlem, mert se a gyerekeim, se az unokáim nincsenek ebben az országban. És ez egy ember szeretet nélkül nem tud tovább élni. Én nem tudom szeretni a gyerekeimet meg az unokáimat, és ők sem tudnak engem szeretni, mert ezt vették el tőlem. Hát ezt kellene végre a politikusoknak meglátni, megérezni, hogy nem mindig számok, a számok mögött, az intézkedések mögött mindig emberek vannak. És ha mi ezeket az embereket nem nézzük semmibe, akkor mi is semmik vagyunk. Hát, ja, én is programról kérdeztem, de lehet, hogy jobban jártunk, hogy ezt mondtál. A programról még majd beszéljünk máskor. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.